Az újraélesztést próbálták a Nyírpláza parkolójában egy gumibabán. Itt pedig már az ütközést szimulálták ellenőrzött körülmények között. Idén május utolsó hétvégéjén újra immáron 12. alkalommal rendezik meg a Közlekedik a család elnevezésű versenyt, amelyre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság szervezői is várják a jelentkezőket. Egy család általában együtt közlekedik, ha nyaralni mennek, ha csak az óvodába, iskolába, általában egy járműben vagy egy csoportban a család közlekedik. Ezért szükséges az, hogy minden tagja ismerje a rá vonatkozó közlekedési szabályokat, tudjon szabályosan közlekedni, és adott esetben, ha ismer a másik szabályait, figyelmeztesse is például a gyerek, a felnőttet, kösse be az övet, használja az irányjelzőt, figyelmeztetheti esetleg táblákra, akár már óvodáskorban, hiszen nagyon sok táblát már az óvodások is felismernek. Szikszai Tihamér hozzátette, nem csak családok, de más csapatok is jelentkezhetnek. Várunk minden olyan személyt, aki B-kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és hoz magával legalább egy 6 és 17 év közötti gyereket. Nem fogunk sem keresztlevelet, sem házasságlevelet kérni. Nyilván az országos versenynek kicsit feszesebbek a szabályai, de versenyen kívül mindenkit szeretnénk indítani, hiszen abból csak tanulhat, hogyha mondjuk kitölt egy kressztesztet, tanul abból, hogyha az első segélynyújtási ismeretekről számot tud adni, hiszen valamikor egy B-kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező személy már tanulta ezt. Tehát ezekre a tudásra kíváncsiak vagyunk, és nem kell hozzá keresztlevél. A május 27-én és 28-án ingyenesen látogatható rendezvénynek idén is a Nyírpláza parkolója ad otthont délelőtt 9 órától. Szikszai Tihamér úgy fogalmazott, a játékos vetélkedők ideális választást jelenthetnek a gyereknapi elfoglaltságot keresők számára. Amikor regisztrált, kap egy menetlevelet tőlünk, ez a menetlevél tartalmazza a kötelező és szabadon választott állomásokat. A kötelező állomásokat szabadon választott sorrendben, hát általában itt azt szokta meghatározni, hogy egy-egy állomáson mennyien vannak előttük, és hogy pörgősen tudjon menni, nyilván ahol kevesebben vannak, oda fog menni. Ez alapján, a menetlevél alapján végigmegy az állomásokon. Közben azért azt is tudni kell, hogy nem csak komolyak vagyunk, mint egy vakbélgyulladás, hanem szórakoztatjuk is a családokat, gyerekeket, hiszen arról sem feledkezünk el, hogy ez egy gyereknap tulajdonképpen vasárnap. Ezért kommandós és kutyás bemutatóval, katasztrófa védelem bemutatójával várjuk a gyerekeket. Állandóra ki van telepítve a motorszimulátorunk, a gyerekeknek színező, kirakó, bolond bicikli kipróbálási lehetősége van. Egyébként a kerékpáros pályán nem csak versenyben, hanem utána is gyakorolva közlekedhetnek. És hát ugye nem utolsó sorban van egy autós pályánk is, ahol a vezetőengedéllyel rendelkező és arra alkalmas állapotban lévő személynek kell számot adni tudásáról. A területi válogatóról akár egy országos versenyre is tovább juthat a nyertes, ahol a fődíj egy személyi gépkocsi. De a vármegyei versenyen is értékes ajándékokat, valamint 50, 30 és 20 000 forintos vásárlási utalványokat nyerhetnek a versenyzők.